Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó, egy műsor, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjjön Babarczi Eszter, eszme és művészettörténész, esszéista, műfordító, egyetemi oktató. 5 diplomája van. Őszintén beszél depressziójáról. A mentál higiéniét területén önkénteskedik. 2000-ben megalapította a Búra Sorstársi Közösséget, amely azóta is működik. A Mérgezett Nő című novellás kötetéért Margó Különdíjat és Déri díjat kapott. Ő következik. Egyszer egy nagy magyar színésznő azt mondta, hogy bár tudom, hogy az életnek semmi értelme, de olyan izgalmas. Te jutottál-e bármire az első állítással kapcsolatban? Vagyis, hogy mi az értelme az életnek, ha van? Hát én Freuddal tartok, aki azt mondta, hogy a szeretet és a munka az élet értelme. Ez a kettő az, ami az embernek igazán örömet tud adni. És végső soron, hogyha azt a kérdést tesszük föl, hogy mitől vagyunk boldogak, az valamiféle örömérzésben ragadható meg. Úgyhogy ha az élet célja az, hogy boldogok legyünk, akkor számomra az a munka és a szeretet. A munka, mint hogy munkabéli sikerek? Tehát az alkotás? Az, hogy az ember értelmesnek érezze a munkáját, legyen helye a világban a munkáján keresztül, és igen, legyen optimális esetben alkotás vonatkozása is, de azt gondolom, hogy ha valaki nem alkot, annak is lehet értelmes a munkája, és érezheti úgy, hogy ő hozzátesz valamit. Tehát mit tudom én, a tűzoltó például hozzátesz valamit a világhoz, aminek abszolút van értelme, de nem feltétlenül alkotás. A szeretet az, hogy szerethessünk és szeretve legyünk? Igen, azt gondolom, hogy ez a két dolog a legfontosabb. Lehet, hogy az még fontosabb, hogy szerethessünk. Igen? Igen, azt gondolom, hogy az... Miért? Az rendkívül... Tehát az feloldja tulajdonképpen az embernek a koncentrálódását, ahogy a keleti bölcsek, buddhisták mondanák, az egónak a határait, ami így megpróbálja begyűjteni a világból megszerezhető falatokat, és a mindenféle incsiklandó ízeket, és ehelyett kiáradásszerű érzés, és ez így feloldja az én határokat, az, amikor az ember szeret valakit. Tehát én szeretek szeretni. Mi az ismérve, hogy valakit szeretsz, és hogy közel engedsz a szívedhez? Szerintem a legfontosabb ismérve az az, hogy amikor rá gondolsz, akkor az ő jóléte fontosabbnak tűnik, mint a saját jóléted. Szerinted ilyen van, mondjuk gyerek viszonyon felül, mert az nyilván más, az ott mindent felülír. Hát azt gondolom, hogy a gyerek és a szerelem az ilyen, igen. Az egy egészséges kapcsolat, kérdezem filigálnaival, amikor az ember a másik vélelmezett komfortérzetét vagy harmóniáját előbbre valóban gondolja, mint a sajátját? Azt nem mondtam, hogy feltétlenül, és minden nap így kell, hogy ez legyen. Még gyerek esetében is azt gondolom, hogy kell, hogy legyen valamiféle én időbe építve az életünkbe, de azt gondolom, hogy ha azt kérdezted, hogy miről ismerem fel a szeretetet, akkor ez egy felismerést elősegítő tényező. De dolgokat is lehet egyébként szeretni, azt gondolom. Szóval lehet művészetet szeretni, lehet zenét szeretni, amikor valamilyen módon feloldódsz abban, amit szeretsz, és arról ismered fel, hogy teljesen elragad, teljesen földhöz vág az élmény, az szerintem a szeretet jele. És azt mondtad, hogy majdnem jobb dolog szeretni, mint szeretve lenni? Igen, fontosabb? Igen, szerintem igen. Szerintem igen. Miért? Tehát szerintem, aki tud szeretni, az állandóan talál a világban valamit, ami izgalmas, fontos, ami motiválja, ami mozgatja. Aki csak szeretve lenni szeret, az lehet teljesen izolált is, az lehet, hogy behúzódik egy sarokba, egy lakásban, egy házasságban, és abból a sarokból igazából nem is tud kijönni, mert ő neki elég az, hogy a házastársa szereti, és aztán beszorul ilyen módon egy olyan szerepbe, amiben ha a házastárs már nem szereti, vagy már nem elég, hogy szeret, akkor bajban vagyunk. Miért nem tudunk, vagy akarunk szeretni? Ez sérülés veszély sok esetben? Igen, szerintem aki szeret, az kitárja a mellét a hideg, idegen világ tőreinek, hogy ilyen költőjén fogalmazzak. Magyarán szólva az sérülés veszélye jár, hogyha valaki szeret. És azt hogy győzzük le ezt a félelmet?
Ez egyéni pszichológiától függ, hogy ki hogy győzi le. Tehát van, akiben egyszerűen olyan erős a vágy, hogy mindig belerohan egy szituációba, még akkor is, hogyha tudja, hogy fájni fog. Van, aki eltagadja maga előtt, hogy fájhat, azt mondja, hogy ez most másmilyen lesz. Lehet, hogy már volt 10 rossz párkapcsolata, de ez a 11., ez most másmilyen lesz. Nyilván ez nem annyira szerencsés, de van ilyen, ismétléskényszernek hívják ezt a pszichológiában. És van olyan is, aki érett fejjel, tehát valahogy megérik, és azt mondja, hogy én vállalom azt, hogy lesznek rossz pillanatok ebben a kapcsolatban, amikor nem azt kapom, amit szeretnék kapni, vagy amikor úgy érzem, hogy nem figyelnek rám, de ezekben a rossz pillanatokban is tudom, hogy én a kapcsolatot fenn akarom tartani. Tehát az kell, hogy legyen, hogy az ember tulajdonképpen a pillanatnyi érzését el tudja választani attól a kötődéstől, ami a kereteit adja annak a kapcsolatnak. Te általában a sérülés veszélyt úgy szem előtt tartottad emberi kapcsolataidban? Ez lehet munka, magánélet, karrier, bármi. Ez egy jó kérdés. Bennem van egy kis szorongás az emberektől, tehát én tartok egy kicsit az emberektől, amit vissza lehet vezetni családtörténeti okokra, meg szerencsétlenül alakult párkapcsolatokra, de lehet, hogy ez egy alkati tényező. Tehát egyszerűen vannak emberek, akik nagyon fel tudnak oldódni egy emberi kapcsolatban, és van, aki egy kicsit visszatartja magát mindig. És én olyan vagyok, aki a gyerekkel való kapcsolatban és a partnerrel való kapcsolatban is visszatartok magamból valamit. Arról rájöttél, hogy miért? Hát nem akarom a másikat bántani. Előfordult, hogy bántottam valakit, és ez nagyon mély nyomot hagyott bennem is, biztos benne is, de bennem is. És nem akarom bántani, és talán félek is attól, hogy akár én magam is sérülhetek lehet. Tehát ezért így valamit visszatartok. Ha az a kérdés, hogy elveszítek-e valamit, azt gondolom, hogy elveszítek valamit, azt a feltétlen lángoló nagy hullámot, ami az embert így elviszi a hátán, ahonnan nagyon akkor le lehet esni, de hogy tulajdonképpen nem sajnálom. Tehát az is megvolt, megéltem az életemben azt a szakaszt is, és őszintén hiszek abban, hogy az ember életszakaszaihoz más-más örömök tartoznak, mint hogy egy gyerekhez is mindig máshogy viszonyulunk, attól függően, hogy ő milyen életszakaszban van, úgy szerintem a saját életszakaszainkhoz is másfajta örömök tartoznak, és egy 50 éves embernek az örömei, azok nem biztos, hogy úgy néznek ki, mint egy 14 évesnek az örömei, még egy párkapcsolatban sem. A személyes kapcsolataimban sokszor voltam nagyon, nagyon szenvedélyes és nagyon vad, és nagyon szerelmes. De azok gyakran jártak sebekkel. Amit? És nyilván ebből tanultam meg azt, hogy kicsit vissza kell fogni. Tehát sebekkel, amit kaptál, ha jól sejtem. Amit adtam és kaptam. Igen. Uh-huh. Mert az is az ember sokszor. Mert az is az ember. És nekem az egyébként meg jobban is fáj. Mint amit te kapsz. Igen. Miért? Mert egyrészt empatikusan átérzem, hogy neki fáj, másrészt még szégyellem is magam miatt, hogy ezt okoztam. Mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést, azt mondtad, hogy hát én egy depressziós vagyok, ezt mindenki tudja, legalább beszélhetünk arról, hogy milyen érzés egy depresszióval élni, jól élni. Hogyha fölteszed nekem azt a kérdést, hogy én boldog vagyok-e, erre a válasz az lesz, hogy igen. Tehát ugye ezt ritkán szokták összeegyeztetni a depresszióval. Tehát a depresszió számomra valami azt jelenti, hogy bizonyos belső állapotokkal, meg gondolatokkal megtanultam együtt élni. Tehát, ja, tudom, most jön ez a negatív gondolat, hogy én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg ezért nem vagyok jó, meg azért nem vagyok jó, meg ezért nem jó a világ, meg azért nem jó a világ. Jó, akkor ezt beleteszem abba a dobozba, ahova a depressziótól kapott üzeneteimet szoktam tenni, és becsukom a dobozt, és megyek tovább. Tehát azt gondolom, hogy az ember fel tud magának építeni egy életet, és meg tud alkotni olyan kereteket, amiben bele tud kapaszkodni, és fel tudja magának tenni a kérdést, hogy ez most reális ez a gondolat? Hogy engem senki se szeret, mondjuk. Mert hogy ez például az igazán vészjósul és bajos gondolat? Egy depresszió alján? A depresszió alján azt gondolom, hogy az ember szerethetetlennek érzi magát, úgy érzi, hogy nincs jövő,
nincs remény, úgy érzi, hogy tehetetlen, akár fizikailag is teljesen ilyen ólomszerűek lesznek a tagjai, úgy érzi, hogy csak a halál jelent kiutat, tehát alapvetően az élet teljes elutasítása a depresszió. És azt gondolom, hogy az ember, amikor ilyen gondolatai vannak, akkor megtanulhatja azt mondani, hogy óhó, én most így benézek a fejembe, így, mintha a vállamon ülő kis mókus lennék, és bele tudnék nézni a saját fejembe, és azt tudnám mondani, hogy ó, hát ezt megismerem, hogy ezek milyen gondolatok, ezeket tegyük be abba a dobozba, ez nem játszik. És olyan könnyedén el is tudja mindezt csitítani, mint ha letekerni a rádiót? Hát gyakorlás kérdése, tehát terápia, meg gyakorlás, meg van, akinek a gyógyszer is fontos, és segít. Tehát azt gondolom, hogy így olyan nem működik, hogy azt mondod valakinek, egy depressziós barátodnak azt mondod, hogy vidulj fel, és felvidulj. Ilyen nincs. És ezzel csak megsérted. Tehát ezt ne tegyük. És olyan sincs, hogy az ember saját magának azt mondja, hogy felvidulok, és akkor felvidul. Hanem hosszú időn keresztül lehet gyakorolni azt, hogy a negatív gondolataimat egy kicsit félreteszem, vagy megtanulom, hogy mi szokott segíteni. Tehát például nekem, amikor nagyon negatív gondolataim voltak ilyen 20 éves koromban, akkor mindig a költészet segített. Abból is specifikusan Tandori Dezső segített a legtöbbet, és emlékszem, hogy Tandori Dezsőnek is specifikusan egy könyve, a Megnyerhető Veszteség, ami arról szól, hogy ő ugye nevelgette ezeket a verebeket otthon, és erről írta a verseit. És arról szól, hogy hát ezek a verebek meg fognak halni. És ez a veszteség, ezt már előre látjuk, mert mi emberek vagyunk, és látjuk a jövőt, a verebek maguk nem tudták, hogy ők meg fognak halni, feltehetőleg, de Tandori Dezső, aki ott gondoskodott róluk egész nap, ő tudta, hogy meg fognak halni, hogy az ő életük rövidebb, mint az ő élete, mint emberi, és ennek a veszteségnek a megnyeréséről szóltak a versek, hogy hogyan lehet ezt kibírni, hogy hogyan lehet átfordítani valamivé, ami a veszteséget valamivé, ami nyereség. És hogy kell? Hát azt gondolom, hogy ami nekem a Tandoriban nagyon megejtő volt, az egyrészt az odaadása, tehát hogy ő teljesen odafordult ezek felé, a verebek felé. Tehát ezek a verebek végtelenül fontosak voltak, kiment nekik füvet szedni az útszélére, és azt mondta, hogy az, hogy én ezekről a kis lényekről gondoskodom, ez számomra egy életfeladat. A másik, amivel meg tudta nyerni a maga számára, az az volt, hogy folyamatosan kommentálta az élményeit versben, amik ebben keletkeztek. Tehát alkotásba fordította át tulajdonképpen azt a félelmetességet, amit a halál jelent. Én is megpróbálhatom elfogadni azt tragédiákkal együtt és veszteségekkel együtt, ami jön. És akkor, amikor van egy ilyen elfogadás, amikor nem kapálódzunk mindenáron, akkor kevésbé érzi az ember azt, hogy most megfulladok mindjárt. Hanem azt érzi, hogy ja, hát akkor én tudok, levegőt tudok venni, akkor én tudok úszni, akkor engem nem húz le ez az örvény. És ez egy nagyon felszabadító gondolat. De akkor, amikor az ember találkozik egy olyan létállapottal, vagy egy helyzettel, ami megmásíthatatlan, nevezetesen egy depresszió, akkor az hogy tudja involválni oly módon, hogy azt nem azt mondom, hogy megtanulja szeretni, de megtanuljon vele, hogy magától értetődően együtt élni. Hát ez hosszú idő, tehát ez nem hetek kérdése, és nem, még csak nem is hónapok kérdése, hanem szerintem ez egy hosszú tanulási idő, de meg lehet tanulni, még nevetni is lehet rajta. Tehát... Tudsz nevetni a saját depressziódon? Igen, igen, tulajdonképpen tudok. Tehát amíg a vállamon ül a mókuska, és mondja, hogy na figyeled, most jön a szokásos, akkor azon úgy el tudok mosolyodni, hogy ja, ismerem, igen. Aktuálisan is elmosolyogsz, tehát abban a pillanatban? Igen. Igen, igen. De tehát az már azért egy fölény. Így van. Tehát abban a pillanatban, amikor neked van egy belső hangod, amit szembe tudsz szegezni a rossz gondolataiddal, abban a pillanatban már van egy fegyvered. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Azt gondolom, hogy a boldogságnak, annak szakmailag kétféle definíciója van. Az egyik az az érzés, ami éppen van benned,
ami egy ilyen jó, meleg, fényes érzés, mondjuk, és a másik pedig az, hogy mennyire vagy elégedett az életeddel. Én maximálisan elégedett vagyok az életemmel, és ha néha a depresszió kitaszítja belőlem, vagy kioltja bennem ezt a meleg, fényes érzést, ami így átmelengeti az embert, akkor elég, hogyha arra gondolok, hogy mi az, ami nekem igazán fontos. Nekem fontos a tanítás, nekem fontos az írás, nekem fontos a gyerekekkel való kapcsolatom, és ha ezek a dolgok működnek, akkor tulajdonképpen mindig ott van az a keret, amiről azt tudom mondani, hogy ez jó, ez jó, ez jó, ennek örülök, és akkor boldog vagyok. Ha valakit így elöntenek a rossz gondolatok, akkor ez egy nagyon, nagyon nagy fogozó tud lenni. De ugye, amikor elöntik ezek a rossz gondolatok, akkor azért elég nehezen tudna érvelni ő, akár magának, akár másnak, hogy élni jó. Vagy akkor is látja az élet szépségét? Én voltam olyan helyzetben, hogy a lelki segély önsegítő közösségen keresztül kellett a lelket tartanom olyan emberekben, akik éppen teljesen elvesztették a hitet és a reményt, hogy élni érdemes. És akkor még ha én magam éppen rossz állapotban voltam, akkor is képes voltam nekik elmondani egy csomó mindent, amitől élni érdemes. Miket mondtál? Hát azt mondtam, hogy egyrészt az, amiben éppen ők vannak, az el fog múlni. Tehát az egy átmeneti dolog. És hosszú távon az élet egy csomó olyan lehetőséget tartogat, amiknek egy része teljesen előre nem látható, tehát lényegében meglepetésként érkezik az ember életében, ha megengedjük, hogy megérkezzenek ezek a meglepetések. Egy másik része meg a mi magunk cselekedeteiből következik, tehát abból következik, hogy mit készítünk elő a jövőnk számára. És hogy ezekben az epizódokban nagyon sok örömteli momentum jön még, amit abban a pillanatban, amikor ez a belső feketeség elönt teljesen, akkor nem érzel. És hinni kell abban, hogy ezek a pillanatok el fognak jönni. Tehát, hogy ez egyfajta tudás. Tehát ez egy tudás arról, hogy az a feketeség, ami most bennem van, az nem az igazság. Az csak egy állapot, és ugyanúgy, mint ahogy nem tudom én, a koszos edényt el lehet mosni, úgy ezt a fajta feketességet is ki lehet a lélekből mosni, és ki tudja mosni egy. Az is csak, ha kinyitom az ablakot, és bejön az orgona illata, és besüt a nap, ez önmagában ki tudja mosni. Nem mondom, hogy garantáltan és mindig, de megtörténhet. És hogyha az ember nyitva áll arra, hogy ez megtörténjen, akkor nagyobb valószínűséggel fog megtörténni. Meg én arra jöttem rá, hogy ha egykor már egy bizonyos típusú szituációból az ember ki tudta evickélni magát, vagy ki tudott evickélni, ki tudott mászni abból a fajta gödörből, a következő hasonló gödörnél érdemes visszatekinteni arra, hogy hisz, egyszer én már voltam így, és ebből én kijöttem. Vagyis a megoldó képletek és a túlélési stratégiáim, ami nyilvánvalóan mindenkinek egy picit mások, ezek már kialakultak. Ez így van. Tehát minél több mindent oldottál meg életedben, annál nagyobb biztonsággal mozogsz az életben. És ezért szerintem célszerű is egy csomószor, akár gyereknevelésben is, de akár akkor is, hogyha depressziósokkal beszélgetünk, nem megoldani helyettük dolgokat, hanem segíteni nekik, hogy megoldjanak ők maguk. Hát azért az nagyon nehéz, nem? Például szülőként látni azt, hogy egy gyermek még a legjobb szándéktól vezéreltetve is mégiscsak fejjel megy a falnak. Hát igen, nagyon nehéz, de azt gondolom, hogy többet segítünk egy gyereknek, hogyha ő azt az élményt szerzi meg, hogy én ezt meg tudom oldani, még ha nem is gyorsan és rögtön. Még a kudarcok árán is? Így van, igen. Tehát az az élmény, hogy én képes vagyok rá, hogy kezeljem az életet, ez szerintem egy óriási ajándék, amit hogyha a gyerek megkap az otthoni mindennapi probléma megoldások során, akkor gyakorlatilag úgy megy ki a világba, hogy készen áll arra, hogy problémákat oldjon meg, és nyilván mindig jönni fognak problémák. És hogyha egy gyerek úgy megy ki a világba, hogy mindent megcsináltak neki, megkenték a vajas kenyeret, és megmosták a fogát, és mit tudom én, kitették a másnapi
tiszta ruhát, akkor nincs meg ez az élménye. Szerintem kell, hogy a gyerek megélje azt, hogy meg tud oldani dolgokat, és ugyanez igaz a depressziósra is, vagy másfajta mentális problémával küszködő emberre, hogyha ő azt megéli, hogy ő meg tudott oldani dolgokat, vagy legalábbis így kezelni tudta őket, az óriási erőt ad. Ez olyannyira igaz, hogy például ebben a lelkisegélyes közösségben azok a sorstársak, akik másoknak segítettek, azok sokkal jobban lettek. Tehát azok, akik megélték azt, hogy én tudok egy másik embernek segíteni, amikor ő rosszul van, azok ebből annyi plusz energiát kaptak vissza, hogy ez a plusz energia tulajdonképpen gyógyító hatású volt. Az egyáltalán nem igaz, hogy egy depressziós ember soha nem tud örülni egyáltalán, vagy hogy egy depressziós ember depressziója egy életre szól, és soha nem fog belőle kijönni. Tehát ez nem egy ilyen... Ez gyógyítható? Egyrészt gyógyítható, másrészt magától is tud javulni, harmadrészt kicsit ciklikus, vagy legalábbis sok ember van, akinél ciklikus, és vannak olyan időszakok, amikor nagyon jól van, és aztán van, mit tudom én, van, akit a sötétség az, ami teljesen letör, és akkor, mikor jön a tél, a hideg és a sötét, akkor egy ilyen hullámvölgybe kerül, de abban a pillanatban, hogy megjelennek az első rügyek, akkor így fölpattan a szeme, és boldogan kimegy a természetbe, és onnantól kezdve semmi baja. Tehát azt gondolom, hogy tényleg a depressziónak is nagyon sok formája van, és sok fajtája van, és azt gondolom, hogy egyáltalán nem szükségszerűen jelenti azt, hogy ha valaki depressziós, akkor folyamatosan azon rágódik, hogy milyen rossz az élet. Ugye te 3 évet éltél kint Amerikában, és ebből a nézőpontból megvizsgálva, tehát az élet értelme élni jó vonatkozásában, szerinted mi az, amit mi megtanulhatnánk tőlük? Meg lehet-e tanulni azt a fajta, nekem bevallom töredelmesen, időnként naív vagy önáltató filozófiát, ezt a mindig légy boldog, mert szerintem ez nem létezik, de ezen felül találkozva akár csak kin élő egykori ismerőseimmel, vagy jelenleg ismerőseimmel, hogy valami hatóereje mégiscsak van, abban egész biztos vagyok. Igen, tehát hogyha ahhoz viszonyítjuk, hogy a Magyarországon mindenki folyton panaszkodik, tehát mi panaszkultúrában élünk, mintha mindenki depressziós lenne, sőt, a depressziósok szerintem nem panaszkodnak ennyit, tehát egyfolytában panaszkodunk. Mindig azt látjuk, ha az a kérdés, hogy a pohár félig tele van, vagy félig üres, mi mindig azt látjuk, hogy félig üres. A főnökünk az nyomaszt minket, a kollégánk fúr, vagy féltékeny, a kedvesünk nem figyel ránk, vagy nem ért meg minket, a gyerekünk szemtelen, a gazdaság rossz felé megy, és így tovább. Tehát állandóan azt látjuk, azokat a dolgokat nézzük az életben, amik visszahúznak, amik akadályoznak, amik kivesznek belőlünk energiákat. Az amerikaiak viszont állandóan azt látják az életben, ami feltölt energiával. És ez egy szemléletváltás, ami engem például sokszor nagyon idegesített, tehát az amerikai mosoly az engem teljesen iszonyatosan idegesítő számomra. Mert hogy természetellenes? Mert hogy természetellenes, művi, igen. De mégis, amikor kinnéltem, akkor azt éreztem, hogy itt az emberek lebegnek, nem húzza le őket egy ilyen mocsárszerű negativitás, ami Magyarországon inkább jellemző volt akkor is, meg most is szerintem, hanem elrugaszkodnak, és mennek fölfelé. És ez önmagában egy tényezője szerintem a személyes sikernek, hogy én elrugaszkodok, és úszom fölfelé. De ez öngerjesztés valahol? Ez egy öngerjesztő folyamat, igen. Rád hatott bármilyen szempontból is, amikor megpróbáltad alkalmazni? Szerintem igen. Tehát szerintem igen. Tehát, hogy van, amit úgy hívnak, hogy can-do mentalitás. Tehát, hogy meg tudod csinálni. Hogy meg tudod csinálni, képes vagy rá, csak meg kell próbálni, és nem azon kell gondolkozni, hogy miért nem fog sikerülni, hanem próbáld meg, és ha valami nem sikerül, majd korrigálod. Szerintem ez hatással volt rám, igen. Meg ami még nekem föltűnt, ez egy, azt hiszem, graffiti, de nagyon eltalált, és nagyon hitelesnek éreztem, hogy annak az 5 embernek vagy az átlaga, akivel aktuálisan a legtöbb időt töltöd. Tehát oly módon képes átragadni emberekre
szemlélet, élesnyelvűség, pikirtség, gonoszság, és természetesen ennek az ellentéte is. Tehát a megoldásra való hajlam, a praktikum, a szeretet, mint olyan, hogy nagyon nem mindegy, hogy az ember milyen mikrokörnyezetben találja meg a helyét. Például ez az amerikai viszonyrendszerekre. Igen, ez teljesen igaz. Bár azért szerintem az amerikai baráti kapcsolatok azok egy kicsit felületesek. Tehát, vagy legalábbis én úgy láttam, hogy olyan mély baráti kapcsolatok, amilyeneket én Kelet-Európában megismertem, és természetesnek tartottam, azok nem léteznek Amerikában. Szerintem ezek a mély intim kapcsolatok is fontosak, és fontos, hogy ne cseréljünk le ilyen mély intim, mély gyökerekkel rendelkező kapcsolatokat állandóan újabb és újabb és újabb kapcsolatokra azok szerint, ahogy éppen a munkahelyünk hozza, vagy nem tudom én micsoda. Tehát, hogy szerintem fontos, hogy legyenek ilyen gyökerek, és az amerikaiaknak nincsenek ilyen, vagy én legalábbis úgy értem meg, hogy nincsenek ilyen gyökereik. Ugye korábbi beszélgetéseink során egyszer említetted, hogy te jó vitázó vagy, már csak azért is, mert megpróbálod a másik ember szempontjából is megvizsgálni az adott történést, vagy kérdést, és az ő aspektusait is megpróbálod legalábbis időszakosan adaptálni. Azt hogy kell csinálni, és azt most tágabb értelemben is gondolom, mert szerintem a tolerancia meg az elfogadás az egyik legfontosabb dolog, hogy úgy boldogan tudjunk közlekedni az emberek közt, és mi is jól érezzük magunkat. Azt hogy kell csinálni, akár magánéleti összeütközés esetén, amikor hihetetlenül nem értünk egyet a másik nézetrendszerével? Hát ez nem mondom, hogy könnyű. Én azt gondolom, hogy amikor az ember egy bizonyos érzelmi állapotban van, akkor lehet, hogy nem is képes rá. De hogyha folyamatosan gondolkodik a másikról, és akkor, amikor éppen nincs megsértődve például, vagy nincs felháborodva például, akkor olyankor kell egy kicsit rekonstruálni más emberek gondolkodását. Például engem az Magyarországon nagyon zavar, hogy állandóan mindenen fel vagyunk háborodva, és ez megakadályozza azt, hogy azt a dolgot, amin fel vagyunk háborodva, mélyebben megértsük. Tehát igazából csak egy ilyen nagyon felületes reakciót adunk rá, mint hogyha egy labdát oda pattintanánk, és ez visszapattanna, de nem próbálnánk megérteni azt a falat, amiről pattog a labda. És hanem csak a labdával lennénk elfoglalva egyfajtában, a saját reakcióinkkal magyarán, ahelyett, hogy a dolgot néznénk. És én talán azért, mert én nem bízom a saját érzelmeimben az előbb már vázolt okokból, vagy félre tudom őket tenni, mondjuk így. Ezért én olyan stratégiát alakítottam ki, hogy elsősorban megérteni szeretném a szituációkat, és hát a szituációban, minden szituációban a legfontosabb az emberi tényező. Tehát minden szituációt emberek alakítanak, ami számunkra fontos. És azt gondolom, hogy Ez egy hosszú gyakorlás, amikor visszanézek arra, hogy azt a szituációt én hogy kezeltem, és az a másik ember mit mondott, akkor megpróbálhatom a magam számára felépíteni, hogy ő hogyan látja vajon a világot. És abból az, amit én csináltam, az hogyan nézett ki. És egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ez hosszú távon egy sokkal jobb eszköztár abban, hogy a emberi kapcsolatainkat normálisan működtessük, mint az, amikor az ember azonnal zsigerből érzelmi reakciókat ad, és nem próbálja megérteni a másik nézőpontját. Ez fejleszthető? Az empátia? Abszolút fejleszthető. Abszolút fejleszthető. Igen. Részben például azért érdemes irodalmat olvasni, mert az irodalom az segít az empatikusságban, hiszen sokféle szereplő, sokféle gondolkodásmódját mutatja be. De azt is gondolom, hogy aki nem akar irodalmat olvasni, az is tudja fejleszteni a saját empátiáját. Elég, hogyha csak megpróbálja elképzelni, hogyha engem érne egy ilyen szituációban egy ilyen mondat, akkor hogy reagálnék rá? Egy csomószor az, ahogyan én reagálnék, az nagyjából egybeesik azzal, ahogy mindenki más reagálna. Tehát, hogyha én bántónak találnám, akkor feltehetőleg mindenki más is bántónak fogja találni. Nem tudom, hogy ismered-e, ugye a magyar politikai szféra eléggé megosztott, és akkor az az ember, aki a
vele ellentétes állásponton lévő médiát olvassa azért, hogy legyen mi felháborodni. Tehát puffogok, ez, tehát vagyok. Így van, puffogok, tehát vagyok. Tehát számomra ez annyira egy aláásó, öndestruktív tendencia, ami soha nem fog vezetni ahhoz, hogy megértsük, hogy a világ hogy működik, hogy ezt nem is értem, hogy ez valakinek miért jó, de látom, hogy csinálják sokan. Azért csinálják, mert nekik jó? Persze, nyilván azért csinálják, mert ettől érzik magukat valakinek, vagy ettől úgy érzik, hogy ők hogy nekik igazuk van, vagy hogy ők jó emberek, tehát hogy valami ilyesmi identitást ad. Én hajlamos vagyok inkább tévedni abban az irányba, hogy inkább meg akarom érteni. Meg akarom érteni még akkor is, hogyha szörnyűnek találom. Mondok egy példát. Te több nehéz sorsú roma gyerekkel megpróbáltál segíteni. Erritók Nora segítségét is kérted. Más-más életutak bontakoztak aztán ki, vagy más-más reakciók feléd, de neked nagyon komolyan kellett emberileg csalódni, és az egyik interjúmban el is ismerted, hogy az abba te kis ilyen belepusztultál, annyira fájt. Hogy valaki, akinek te a szíved odaadtad, és csak és kizárólag a segíteni vágyás hajtott, az rútul megcsalt téged, és visszaért a te bizalmaddal. Az ilyen például nem teszi óvatossá az embert? Hát azt gondolom, hogy nem kell, és talán nem is célszerű elmenni addig, ameddig én elmentem, és talán a naivitás volt az egész elképzelés, hogy én tudok segíteni, tehát hogy lehet, hogy ezt jobban fel kellett volna mérni, hogy mik az én személyes korlátaim, de hogy ez nem vette el a kedvem attól, hogy másoknak segítsek. Az arra tanított meg, hogy föl kell mérni, hogy mi az, amit az ember tényleg képes elérni. Tehát csodát nem tudtam tenni. És azt vártam magamtól, hogy csodát fogok tenni, mint ahogy most már ezt látom. És nem tudtam csodát tenni. És ezt én el tudom fogadni. Önmagában maga a folyamat az nagyon fájdalmas volt, és sokba is került, de végső soron én nem haragszom, tehát hogy azt gondolom, hogy nem tudtam csodát tenni, minden ugyanúgy maradt, minden ugyanúgy visszatért végül is a kiinduló pontra. Megpróbáltam. És ha jön egy másik gyerek, akkor vele is meg fogom próbálni. Újra. Igen, biztos, hogy máshogy, tehát nyilván az ember tanul, hogyha, mint Einstein mondta, ugyanazt a dolgot csináljuk újra meg újra, és azt várjuk, hogy más lesz az eredmény, akkor hülyék vagyunk. Tehát nyilván az ember tanul, hogy kint tud segíteni, hogyan tud segíteni, kifelé érdemes odafordulni, tehát ki az, aki elérhető távolságban van, ki az, aki már túl messze van, és már odáig én nem tudok elérni, és nem tudom hatékonyan kiterjeszteni az erőmet, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Tehát, hogy utána is volt még olyan gyerek, akit ilyen pótanyaként befogadtam. Csak nem ilyen szegény sorsú gyerek, hanem depressziós gyerek. De hogy volt olyan, nem vette el a kedvemet egyáltalán. Hát nem is szabad meg, ugye azzal kezdtük, hogy jobb szeretni, így mint van. Szeretve lenni. Meg igen. Ilyesmiről írtál Anton Dori, hogy megnyerhető veszteség. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszi. Füzes Ádám az Esztergom Budapesti Főegyház megye egyik legismertebb papja volt egészen 2020-ig, amikor 22 év szolgálat után bejelentette, hogy elhagyja az egyházi pályát. Bátor döntésével hatalmas indulatokat gerjesztett katolikus körökben. Választását a hazai egyházi állapotokkal, és azzal indokolta, hogy nem akar magányosan megöregedni. Azóta szerelemben él feleségével, két gyermek boldog édesapja, és coachként dolgozik. Szülei vallásosan nevelték? Nem. Ők mit szóltak, amikor ön azt mondta, hogy pap szeretnék lenni? Hát azért ez túlzás. Tehát. Hogy túlzásnak érzi? Igen. Próbálták lebeszélni, hogy ez igen, mi helyen? Igen. Mi volt a fő érv? Hát, hogy nem lehet család, és akkor az, akkor az nem lesz jó. Ön ezt mérlegelte akkor? Már amennyire egy 13 éves gyerek ezeket a szempontokat képes mérlegelni? Nem, mert én egy ilyen nagy
vitatkozó vagyok, vagy ellenálló vagy voltam, és akkor azt mondom, hogy ó, hát ez mindegy, az nem fontos, de 13 évesen tényleg nem volt fontos. Hát akkor a lányok még azért olyan forgatónyomatékkal nem bírnak az ember életében, meg egyéb más hívságok sem. De azt mondja, hogy nagy ellenálló. Ennyi idő elteltével, most már gyakorlatilag azt is kimerni lassan jelenteni, hogy félig meddig dacból lett pap, nem? Igen, ezt egyszer anyukám mondta, hogy lehet, hogy nem kellett volna annyira lebeszélni. És lehet, hogy akkor nem is akarta volna ennyire. Azért ez összetette bennél, de biztos, hogy van egy ilyen vonal, hogy nem érdemes engem nagyon lebeszélni, mert akkor valamire vagy rábeszélni, mert az inkább ellenállás szül, mert nyilván azért azóta már értem sokat. 24 és fél évesen mondjuk pap lettem, hogy felszenteltek, és akkor utána azért még ezek a 20-as évek még nem a végleges kiforrottságnak az évei, és akkor közben akkor összemérem magam másokkal, akiket megismerek így a világiakat, és akkor eljövök, hogy hát tulajdonképpen én is csináltam volna más jellegű karriert. Volt ilyen néha, hogy belefacsarodott a szíve, hogy hát ezt lehet, hogy nem kellett volna? Nem is, hogy belefacsarodott, inkább csak egyáltalán eszembe jutott, mert addig annyira ezt nyomtam, és akkor már ott voltam, már benne voltam, akkor már hogy jobban, akkor meg kívül is nézek, hogy kik is a kortársaim, és azok mit csinálnak, és hogy tulajdonképpen amiket addigra ugye már nagyon sokat tanultam valóban, és akkor azt nézni, hogy tulajdonképpen ezzel a tanulással már mást is tanulhattam volna, történelmet, vagy bármit. Menet közben mire gondolt, miről maradtam le, ami jó lett volna, ha nem történik így? Tehát amikor a kortársaival hasonlította össze magát, a szabadabb élet tetszett igazán? A korlátok nélküliség? Nem, én nem éreztem magat nem szabadnak, sosem, tehát hogy én nem is tudnám mondani, hogy mikor nem voltam szabad, tehát nem nagyon állít külső korlátokat a... Nem állít külső korlátokat a katolikus egyház? Én alapvetően egy ilyen rendszeresen élő, rendszerető vagyok, tehát hogy nekem így egy rendszerhez kapcsolódni nekem nem okoz problémát. Tehát azért az nem, hogy a szabadság és az, hogy korlátlanság azért az nem feltétlenül a katolikus egyházra jellemző. Tehát nagyon sok mindent azért nem tehetett ön meg. Amit egyébként egy ember szívesen megtenne sok esetben. Hát fegyelmeznie kell magát lévén, hogy egy meglehetősen előírásszerű intézményrendszernek az egyik képviselője. Igen, de erre mondom, hogy én mindig is így éltem, és mindig is ilyen voltam. Nekem ez nem tűnt fel, amikor bementem 20 évesen a szemináriumba, előtte 5 évig bejártam 30 kilométerről tanulni, tehát nekem az, hogy fel kell kelni, és hogy órarendszerint kell az életet élni, addig is úgy éltem, hiszen az ember hát, vagy úgy kellett, hogy minden beleférjen, addig is sűrű életem volt. Tehát azt mondanám erre, hogy ez talán nem volt annyira. Talán ez a párkapcsolati része az volt, ami olyan volt, hogy úgy nyilván ott, ez Rómában volt, ott egyetemen, sok egyetemi, magyar egyetemistával voltunk ott jó barátságban, és akkor hát nyilván azért ott láttam, hogy szövődnek szerelmek, a világi figurák. Igen, és kapcsolatok, és ebben úgy biztonságosan kívül voltam, és aztán egy idő után már ez a biztons, jobban nagyobb volt az igény a szabadságra, mint a biztonságra, talán így mondanám. Nagyobb volt az igény a szabadságra, mint a biztonságra. Mindjárt erről is beszélünk, csak azért az érdekelne, hogy azt mondja, hogy szerette a rendet, a fegyelmezettséget, az előírásokat. Ez miből fakad? Így nevelték? Tehát mondjuk az anyakép volt olyan, aki úgy el tudta önnek mondani, hogy mi merre hány méter, és az jó, hogyha úgy csinálja? De igen, nálunk otthon mindig egyszerre ültünk le vacsorázni, jól lettem, imádkoztunk még gyerekkoromban, később aztán igen, tehát hogy annélkül, hogy lenne ima a vacsora elején, végén, az nekünk alapértelmezés volt, hogy este a család együtt ül le vacsorázni, és együtt fejezi be a vacsorát. Ugyanakkor azt mondja, hogy nem voltak vallásosak, tehát imán felül, vagy ima nélkül minden ilyesfajta rendtartás szerint zajlott. Igen, vagy reggel időbe kerülünk, sosem alszunk sokáig, mert hogy hát mindig mentünk kirándulni, utazni, bármi telekre. Tehát, hogy nem volt sosem az, hogy úgy össze-vissza majd felébredünk, amikor felébredünk, vagy, de nem ez a típusú család voltunk, hogyha... Kinek a szava volt az irányadó? Hát anyué. Igen? Mai napig, persze. Mai napig? Tehát ő egy ilyen keménykezű. Igen. És...
már érteni vélem, hogy először is szimpatikus volt önnek ez a fajta fegyelmezettség és rendtartás, amit az egyház ilyen értelemben kínált és képviselt, de hogyha ön egy ilyen lázadó és többször megpróbált ellentmondani a szüleinek, akkor például az egyházi rendszabályok ellenében korábban nem próbálta fölemelni a szavát? Nem mondanám magamat lázadónak, most így ízlelgetem ezt a kifejezést, hogy inkább konok vagyok, és kitartok amellett, amit jónak tartok, és azt mondom, és csinálom. Tehát nem vagyok igazi lázadó típus. Én így beleilleszkedem a rendszerekbe, és aztán utána azt csinálom. Inkább azt mondom, hogy következetesen konokul kiállok dolgok mellett. És hogy inkább ezek voltak az első konfliktusaim, hogy úgy kiálltam dolgok mellett, hogy valami az, ami azt akkor nevezzük annak, vagy dolgozunk úgy, és aztán, de hát ez azt gondolom, hogy semmilyen szervezetben nem csinál barátokat az embernek. Különösen nem egy ilyen dogmatikus intézményrendszeren belül. Igen, vagy egy rossz belső kommunikációjú, vagy rosszul működő intézményen, inkább azt mondanám. Rosszul kommunikált belül? Igen, vagy nem sokat kommunikált. Ön szóvá tette mindezt? Hát mindig próbáltam ott, ahol voltam, vagy legalább jól kommunikálni, megpróbálni benne. Süket fülekre talált? Igen, vagy amiket még fiatalabb voltam, ez a maradj csöndbe csináld. Mondjon egy példát, amivel kapcsolatban ön például fölemelte a szavát, úgy gondolta, hogy ez még mondjuk módosítható, de végül is az lett a vége, hogy elhalkult. Hát szervezeti képzési kérdésekben, főleg itt a vége felé, volt, ami átment, de volt sok dolog, amilyen gazdálkodási kérdések, vagy ilyen, amikre én képzéseket csináltam, hogy ott alakítsunk át, vagy tegyünk rendet bizonyos dolgokban, de ott mindig az volt, hogy hát jó lesz ez így. És akkor ön nyelt egyet, és csinálta tovább? Hát nyeltem, csak hogyha így visszatekintek, akkor nyilván ezek a strukturális kérdések, vagy nem mentek tovább, vagy mit tudom én, a kántorképzőnek voltam titkára, és akkor igyekeztem azon dolgozni, hogy akkor a kántorképzőknek egységesítsük a kínálat rendszerét, vagy intézményileg megsegítsük, de akkor ott is ilyen teljesen el lett ez így felejtetve, vagy el lett halasztva legalább 20 évvel aztán. Inkább azt mondom, hogy ezek a dolgok, ezek így a lojalitást kikezdik, vagy lojalitást így elhasználják, inkább ezt mondanám. Ön menet közben, ha megkérdeztem volna, és találkozunk, hogy ön boldog-e? Azt válaszolta volna, hogy boldog? Legtöbbször talán igen. Tehát voltak rosszabb periódusaim, de azért legtöbbször igen, alapvetően ezt is otthonról hozom, hogy így jól vagyok összerakva, vagy pozitívan. A hiány, az hogy mutatkozott ebben a jobbára boldog létformában? Az intimitásra való hiány volt az, ami egyszer csak elérte azt, hogy azt mondta, hogy innen én kilépek? Talán az egészségre való törekvés, és itt nem az egészségügyileg gondolom, hanem... A teljességre. A teljességre, igen. Tehát azt mondom, hogy így 35 éves koromig úgy éltem olyan ösztönösen. Csináltam, amit csináltam, igyekeztem jól csinálni, voltak sikerélményeim, voltak nehézségeim, azokat úgy külön könyveltem, és aztán így mentem előre. És akkor volt egy nagy törés az életem, egyetemen tanítottam, nagy óraszámban, és akkor szó volt arról, hogy a tanszéket pályázzam meg, és aztán végül tehát kaptam biztatást erre a legmagasabb szintről, és aztán utána egyszer csak nem is írták ki a tanszéket. Ebből a világból egyszer csak így kikerültem, és itt találtam magamat három idős otthonnal, egy kórházzal, egy óvodával. Mert hogy ez volt a feladata. Mert ez lett az új feladat, igen. Világos, tehát egy nagyon jó perspektívát kínáló életpálya csillant föl, ennek vége szakadt, és maradt az idős otthon és a szociális munka. Igen, nagyon vicces, mert pont szemben volt az egyik.
A Klubrádióval szemben. Klubrádióval szemben, igen. És azt csalódásként éltem meg, hogy tulajdonképpen az ön ambícióiból vissza kell venni. Hát, hogy kifutott alóluk a talaj, és hogy valami egész másban kell állnom, ami azért nem is értek annyira, és egy ilyen nagyon, nagyon visszájkodós közegbe kerültem be egy közösségbe, és hogy plébánosként, tehát csomó olyan dologba kellett, vagy demensekkel, vagy óvodásokkal beszélgettem az egyetemisták helyett is, vagy pedig a felnőttek, akik voltak, azok pedig mindenféle mást akartak, mint ami ezen értettem. Ha nincs ez a törés, és nem ide sodorja ön a szél, vagy a jóisten, hanem ez a tanári pálya valósul meg, akkor lehet, hogy nem kezd el ezen gondolkodni, hogy váltani fog. Lehet, de most látom visszamenőleg, hogy akkor egy nagyon gőgös, sokkal üresebbnek látnám magamat. Gőgösnek is? Igen, igen. Hát amennyire a kollégáimat ismertem, igen. Tehát, hogy megszédül az ember a katedrától, meg a rangtól? Ettől az egyoldalúságtól, nem mondanám olyan nagyon nagy rangnak, hát azért ez nem egy rang. Egyoldalúság, hogy szituatív fölénybe kerül a hallgatókkal szemben? Arra és ő mindig ebben van, igen, 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 igen. Mindig ebben van, és nem is kell kifejleszteni egy csomó olyan készségét, amit mondjuk egyenrangú emberekkel dolgozva, vagy jobban kiszolgáltatva, sokkal jobban ki kell szociális kompetenciákat fejleszteni. Tehát én nem is láttam rá akkor se abban, hogy mondjuk én 35 évesen csomó dologban nem voltam túl jó, empátia és egy csomó ilyesmi. Ez hiányzott önből? Abszolút. És akkor mentem el a SOTÉ-n a mentálhigiénét és szervezetfejlesztést tanulni, 37 éves, és akkor nyílt rá a szemem az emberekre, hogy vannak emberek a rendszerben, és hogy az velük is lehet foglalkozni. Az nekem riasztó volt, hogy így maradjak, vagy így a... Mi volt benne a riasztó? Hát az, hogy például egy csomó dolog nem lesz lekötve az életben, akkor a közemberi bócselekvésekbe kerül, és akkor... Akkor mert egy csomó olyan rész van szerintem az ember személyiségében, ami egy elkötelezett párkapcsolatban, meg egy szülői szerepben tud kibontakozni, és hogyha nincs az egyik sem, akkor ez valahol ott üresen marad, és nem biztos, hogy jó felé megy. Persze tudom, hogy sokan jól oldják meg, és sokan ezt tudják szublimálni, és még több jót tesznek a világban, de valahogy azt éreztem, hogy... Szublimálás alatt most pontosan mit ért, hogy konkretizáljuk? Hát ez egy ilyen szakkérdés, hogy azt a megvonás, vagy az, ami hiányzik belőle, vagy amit nem csinált meg, azt valami magasabb szinten, valami magasabb jóra emeli. Elnyomja, és valami magasabb szintű jóra emeli? Úgy igen, érti? Igen, 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 igen. De hát az egy önbecsapás egy picit, vagy menekülés magunk elől, nem? Nem, már azt gondolom, hogy lehet egy önfeláldozásnak is az útja. Önfeláldozásnak? Igen. Tehát önfeladásnak? Egy picit? Hát, ahogy akarjuk nézni. Igen. Na de ott vagyunk, hogy ön eldönti mindezt, vagy lobot vett önben a szándék, hogy ezen változtatni kellene. Nem félt attól, hogy egy ilyesfajta változtatás mivel jár? Az emberek szerintem legalábbis én ezt tapasztaltam meg, nagyon sokszor a biztos és kényelmes jóban sokkal komfortosabban érzik magukat, mint sem egy nagyon nagyot váltsanak. Önt ezt nem rémisztette meg? Mi vár rám? Mit fognak szólni? De, hát ez nyilván ott volt, csak addigra már sokkal jobb lett az önbizalmam abból a szempontból, hogy az egész vagy a teljes felé való nézetben azt mondom, hogyha ismerem magamat, akkor, és visszanézek magamra 40-valány évesen, hogy látom, hogy rengetegféle új helyzetben megálltam a helyemet, legtöbbször olyan helyzetekben, amik nem is volt minta, és... Világi helyzetekről beszélünk. Világi vagy egy hetet, hogy vezetési, vagy, vagy szervezési, vagy tanítási, vagy válságmenedzsment, vagy egy csomó dologba, akkor végül is csak megállom egy ilyenben is. Vagy hogy hát már akkor régóta, ugye voltam mentálhigiénés szakember, aztán szupervizor, hogy hát már csak egy ilyen váltást le tudok menedzselni magammal. Tehát már volt annyi önismeretem minden, hogy valahogy ezt meg fogom tudni csinálni, és nyilván rengeteg sok félelem volt. Mitől félt elsősorban? Hát attól, hogy nem volt arról tapasztalatom, hogy milyen az élet, amikor nem vagyok pap.
Tehát, hogyha 24 éves korom óta az vagyok, és hát előtte is ugye a kiképzés alatt már azért ebben az identitásban vagyunk, akkor nem nagyon volt olyan felnőtt tapasztalatom, hogy milyen az, amikor ennélkül vagyok, és azt sem tudtam pontosan megjósolni, hogy hogy fogok én erre reagálni. Például az, hogy minden hatalmat elveszítek, hogy eddig mindig volt hatalmam, és milyen, amikor nincsen hatalmam, hogy ez hogy fog esni. Ettől meg is ijedt egy picit. Persze, hát hogy gondoltam, hogy meg vagyok ennélkül, tehát hogy ez nehéz dolog. Tehát, hogy, és meg lett? Meg, nagyon felszabadító volt. Attól féltem, hogy így bántani fognak az emberek, mit tudom én, leköpnek az utcán, vagy valami. Volt valaha ilyen, bántás? Nagyon szépen kibontakozott a kilépés után, hogy azok, akik nem ismertek, azok így ismeretlenül dobáltak sarakat rám, akik ismertek, azok meg így azt mondták, hogy sajnáljuk, mert hiányozni fog, és köszönjük, amit tett eddig. Édesanyja mit szólt? Hát ő a racionálisabb, ő azt mondta, hogy hát, hogy akkor egyéni vállalkozó leszek most, hogy most már olyan szépen kiépítettem ezt, és most akkor... Nem is az Isten hit elhagyása okozta benne a nagyobb aggályt. Inkább a praktikus. De az Isten hitet nem is hagytam, édesapám kérdezte, de Istenben hiszek, ugyan mondtam, igen, akkor azt mondta, akkor jó. Tehát az intézményes keretek közt lépett ki, semmit az Istentől fordult volna el, ha jól értem. Természetesen, igen. És ott én a katolikus egyháztól se fordultam el, tehát, hogy nem... Én úgy érzem, hogy én befejeztem egy szakaszt, és kezdtem egy új szakaszt. És hogy mindazt a rosszat, amit ehhez tulajdonítanak, attól meg igyekeztem magamat függetleníteni. És ezt sem tudtam, hogy mennyire sikerült függetlenítenem, de egészen jól sikerült. Volt olyan, noha azt mondta az előbbi kérdésemre, hogy ő nem érezte azt, hogy ne lenne szabad. Uh-huh. De mond nekünk egy olyan konkrét helyzetet, pillanatot, ami úgy ehhez kötődik, amikor az ember úgy beleszippant a levegőbe. Most képletesen értem. És azt érti, hogy szabad vagyok? Azóta? Igen. Melyik volt az első ilyen, vagy olyan igazi nagy rászmélés? Hát például, amikor a feleségemmel megismerkedtem, és akkor egy hónapja voltunk együtt, és akkor utána a Facebookon a kapcsolati beállításomat párkapcsolatban ráállítottam. És az nagy pillanat lehetett. Igen. Mit érzett? Így dobbant egy nagyot a szíve? Hát és néztem, hogy most mi fog történni. És mi történt? Hát rengeteg sok szíveske, meg like, meg valami, és akkor páran így fontosnak tartottak beírni valami bántott, de aztán ez nem. Ön melyik típus? Úgy általában véve én két típust különböztetek meg ilyen esetekben. Az egyik, aki azt mondja magának, hogy a 700-át neki. Nekem ez miért csak most jutott eszembe, és miről maradtam le az elmúlt x évben. A másik típus, én szeretnék így élni, nem mindig sikeredik, aki azt mondja, hogy ó, köszönöm, jó Istenem, hogy ez legalább eszembe jutott, mert most mennyi jó év várhat rám ennek uszájában. Uh-huh. Hát én ebben a másodikban vagyok, és azt is mondom, hogy én nagyon hálás is vagyok az első felének és az életemnek, mert nagyon sokat tanultam magamról, és hálás vagyok a pofonokért is, mert akkor nincs ez a karriertörés az egyetemi tanárságban, akkor nem megyek el mentára, akkor nem kezdek el magammal foglalkozni, önismerettel, nem kezdek el az emberekkel foglalkozni, és akkor picit szakbarbárnak éreztem volna magamat, ahogy maradok, és hogy nekem ez egy, tehát nagyon sok jót tanultam belőle. Amikor 40 éves lettem, akkor azt gondoltam, hogy most ha tulajdonképpen meghalnék, akkor se lenne semmi baj, mert olyan sok mindent elértem, megcsináltam, sokat tapasztaltam az életben, sokat éltem, és sem meg tudnék halni. Most, hogy 50 éves leszek, akkor most arra gondolok, hogy hú, azért két pici gyerekkel most azért muszáj fitnek maradni, mert hogy... No, de ha már említette a feleséget, azért kellett előtte valami ismerkedés, hogy eljussanak oda, hogy beállítsák azt, hogy kapcsolatban vannak. Hol találkoztak? A volt sógorom ajánlotta őt. Volt sógora? Igen. Tehát a húgom. Egykori férje. Igen. Uh-huh. Találkoztam, és akkor nagyon keresésben voltam, hogy... Ja, bocsánat, azzal a határozott szándékkal állt neki a
papságon túli életnek, hogy akkor, ha már kiléptem, akkor családot szeretnék alapítani, és egy erre megfelelő hölgye, mint azért szeretnék találni. Mindenképpen, igen, igen, igen. Ezt mondta is a barátainak, hogyha tudtok valakit, akkor szóljatok. Neki pont mondtam, mert ugye jó fejfiszk, és mondtam neki, hogy figyelj, hogyha valami. És akkor ő meg rögtön visszakérdezett, hogy de hát milyen legyen. Mit mondott, milyen legyen? Mondtam, hogy 30-as, és akarjon gyereket. Ennyi volt a szempont? Meg jó fej. Meg jó fej. És erre mondta a nevét, a volt sógora, ön pedig mit csinált? Megkereste, vagy szerveztek egy találkozót? Igen, most csak úgy időben elhelyezve, ugye én akkor már 3 éve kiléptem, tehát már szabad állapotú voltam. Nyilván voltak előtte is szerelmek, vagy valamik, és akkor... Voltak szerelmek? A papi hivatás alatt? Hát alatt is a végén, ugye volt azért egy múzsa, ami így azt a üzemi hőfokról kicsit magasabbra hozta a hőmérsékletet, hogy ezt a döntést meghozom, hiszen azért, ahogy kérdezte, hogy azért nyilván egy csomó félelem van, meg egy csomó szempontból, hogyha mondjuk az ember 45, meg 47 éves, akkor a papság az, amíg az ember mozog, addig megbecsült, és fontos tagja lehet egy közösségnek, szemben mondjuk egy multinál, ugye 50 fölött már mindenki öregnek kezd el kinézni, tehát hogy ebből a szempontból jó, volt egy csomó félelem, tehát azért ahhoz, hogy az ember, ahhoz, hogy ugorjak is, ne csak egyszerűen tisztában legyek a dolgokkal, azért ahhoz egy ilyen gyulladási hőmérsékletre volt szükség. A múzsa, aki az egészet így katalizálta, ugye? Igen, katalizálta. De azt megkérdezhetem öntől, hogy ezek plátói szerelmek voltak, vagy ilyen értelem beteljesült szerelmekről beszélünk? Beteljesült. Beteljesült szerelmekről. De olyankor az embernek, pláne hogyha a papi hivatáson belül teszi mindezt, az óriási vívódással és lelkiismert furdalásokkal jár? Hát... Valamikor igen, valamikor nem. Tehát elnyomja azt az ember. Hát igen, tehát hogy... Vagy nem az ember, nem tudom, hogy, de hogy én azért egész jól igen. Elkezelgettem ezt magamban. De hát pont az egészről, amikor beszélünk a teljességről, akkor pont erről van szó, hogy egy csókot lehet lopni bármikor, de mondjuk valakivel az utcán végigmenni, belekarolva, és azt mondani, hogy ő az én párom, azt meg nem lehet, és hogy... Tehát a tilosban járás zavarta önt, az egésznek a nem felvállalása, ha jól értem, és azt szerette volna, hogyha mindez szabadon, mindenfajta számonkérő, szemrehányó tekintetek nélkül megvalósulhat. Igen, és hogyha mindez nem egy hiba lenne, hanem egy beteljesülés, tehát hogy a papnak az életében az én hibapont, hogyha szerelmes lesz, hogyha és megtalálja párját pláne, hogyha egy valaki normális ember szerelmes lesz és megtalálja párját, akkor az meg egy beteljesülés. Ez az önök között, mármint hogy a katolikus papok közt, ez tulajdonképpen általában így néz ki? Hogy mindenki, vagy nagyon sokan megpróbálják megélni mindezt, csak a cél az, hogy ez ne derüljön ki? Én nem mondanám, hogy ez általános lenne? Általános lenne, nem ki vagyok, hogy ezt én mondjam, de hogy... Rá precedens, azért látott rá precedens. Természetesen, tehát hogy mind az én életem, mind mások életében láttam, hiszen mondom, ilyen hibapontokként előfordul, és aztán egyedi megoldások vannak erre, vagy az, hogy valaki kilép, vagy nem lép ki, és úgy próbálja valami teret találni ennek. Az nem fordult meg az ön fejében, hogy nem tudta volna mindezt a nyomást bírni, hogy ez egy életpálya. Megőrzöm a hivatásom, megvan az én szerelmem, csak nem sétálgathatok vele, nem mehetek nyilvános helyre, nem járhatok vele moziba, nem vállalhatjuk mindezt fel. Hát itt a teljességnek, vagy az egészbe való látás van az, hogy tehát ahhoz már túl sokat tanultam én is, hogy ez nem jó. Se nekem, mert egy ilyen skizofrén helyzetet teremt. Tehát mindenképpen egy belső hasítás jön létre. Másrészt pedig nem jó semmiképpen sem a másik embernek, aki egy ilyen kapcsolatba kényszerül lenni. Volt is olyan kapcsolat, ami emiatt ment tönkre? Tehát, hogy a másik a tilosban járást nem bírta hosszú távon? Nem, tehát hogy tönkre, hát nem beszélnek ilyen nagy kapcsolat karrierekről. Akkor inkább vissza az ön feleségéhez. Az egy jó karrier. Az egy jó karrier, igen.
ajánlja őt a volt sógor, és akkor mi történik? És én ugye hiszek az ilyen Istennek a vezetésében, vagy valamiben, és akkor úgy voltam, akkor már így többször már is szabad emberként is voltam ilyen ismerkedéseken túl, de hogy így, hát lehet ezzel sokkal bonyolultabb szabad emberként így ismerkedni téttel, meg nehéz az is, hogy az én velem egykorú kitűnő hölgyeket, akiket ismerek, azok már nem fognak gyereket szülni a túl fiatalokkal, meg hülyén érzem magam, hogyha most öreg vagyok, és akkor, hogy hát, hogy látom, az ilyen bonyolult ez. És akkor vele találkoztam, és kérdezte, hogy mik a paraméterek, mondtam, és akkor... Nem, hogy a volt sógorra. Igen, igen, aki egyébként ingatlanozik, és ezért aztán tök jól így rögtön visszakérdezett, hogy milyen legyen, mondom, milyen, és mondja, hogy akkor pár hét múlva hívott, nem is emlékeztem, hogy miért hív. És visszahívtam, mondom, mi újság, és mondja, hogy hát, hogy van lány, talált lányt, és hogy egy az akkori párjának a kolléganője is, hogy nagyon jó fej, humoros, vág az esze, mindenhol biciklivel jár, szeret kirándulni, akar gyereket, 34 éves. Rögtem rajta, és mondom, hogy miért ne, aztán bejelöltem a Facebookon. Ismeretlenül. Nem, hát ő is tudta már. Tehát ő is tudta, hogy lesz egy jelentkező. Érkezik egy udvar. Ő is ilyen hasonlóan direkt módon így lerohanta őt a felé, hogy hány éves is vagy, akarsz a gyereket, és mondta, hogy itt a volt sógorom nézve. És akkor végig is, ezt is mondta még, hogy elolvastott rólad mindent, és ennek ellenére egy hajlandó vele találkozni, mondom, jó, köszi. És akkor ráírtam pénteken, és elhívtam egy szombati kirándulásra. Eljött, és akkor egy jó napot töltöttünk együtt. Még kiírták egy hónappal később, hogy kapcsolatban. Ott már eljöttek a nagy dolgok. És azóta született két gyerekük, ikrek, ugye? Igen. Nem is sokat gondolkodott, ugye? Tehát pár hónap után megkérte a kezét. Hát igen, februárban ismerkedtünk meg, augusztusban megkértem a kezét, és novemberben összeházasodtunk, és augusztus végén születtek a gyerekeink. Pont valamelyik este lefektettük a gyerekeket, és akkor az mindig egy ilyen örömteli pillanat, hogy alszanak, és akkor megnéztük őket, és akkor mondom, hogy olyan hihetetlen, ez a két kisgyerek itt ránk van bízva. Rájött-e valami, nem tudom, általánosítható tanulságra, hogy mi nélkül nem jó élni? Ez lehet fogalom, tárgyasult dolog. Hát nem jó élni az embernek a saját természete ellenében. Tehát a jó, hogy az ember tisztában van azzal, hogy mennyire bírja magányt, vagy mennyire bírja az egyedül létet, vagy mennyire erős benne a vágy még egy családra, és hogyha ha ezt fölismeri, akkor érdemes azt szerint rendezni az életét, mert különben ez ilyen pótcselekvésekben vagy titkos cselekvésekben kezd el kibújni, ami pedig alássa az életét. Tehát, hogy érdemes a saját természetünket megismerve avval harmóniában élni. És a másik, talán ennek az ellentétje, hogy 40 fölött már nem jó kompromisszumokban, vagy olyan dolgokban élni, amivel nem tudunk teljes egészében azonosulni. Igen, de mindenhez mi kell, hogy mindezt felszámoljuk? Bátorság, magabiztosság, nagy levegő. Ezek mind kellenek. Azt gondolom, hogy a magabiztosság talán egy olyan dolog, amit úgy lebecsülünk, pedig nagyon fontos, tehát egy helyes tartás, vagy egy helyes önbizalom, azt mondanám, hogy bízom abban, hogy úgy is jó leszek az életben, hogyha nem csak másoknak a rendszerébe illek bele, vagy nem csak mások elvárását teljesítem, hanem megtalálom azt, ami én vagyok, és amivel hát 100%-ig semmivel se tudunk azonosulni, még saját magunkkal se néha, de hogy amivel azért minél nagyobb százalékba tudok azonosulni, mert különben ez így elhasználja az embert, hogyha nem vált, és emiatt érdemes szerintem 40 után így újra gombolni a kabátot, vagy újra fésülni a rendszereket. Ugye azt kérdeztem, hogy akkor boldog voltál? Igen, boldog voltam. Most boldogabb? Nem. Nem? Nem, hát most... Most máshogy boldog. Most máshogy boldog, igen, azért nem. Én azt gondolom, hogy ez a boldogság, ez egy olyan képesség, ami bennünk van, az, hogy az életet a szépnek tartjuk, vagy nem, ez velünk született dolog.
a kereteken belül van, aki mindig megtalálja, hogy mi benne a szép, vagy, vagy mi a tennivalója, van, aki pedig sose találja meg. Tehát, hogy vannak ezek a szélsőség, ezen belül én szerencsés vagyok, mert tényleg jó géneket örököltem, jó szüleim, nagyszüleim, tanáraim voltak, hogy így alapvetően pozitívan látom a világot, és megtalálom benne a boldogságokat. Eddig egy lábbal ugráltam jó nagyokat, boldogan, most meg két lábon tudok haladni sokkal kiegyensúlyozottabban. Kiegyensúlyozottabb? Mindenképpen igen, érzelmileg és mindenhogyan. Tehát sokkal kiegyensúlyozottabb azzal, hogy van egy párkapcsolati, egy családi boldogság, és van a szakmának, a gyakorlásának a boldogsága. És így, hát így könnyebb, vagy így jobban az a teljes emberséghez jobban közel vagyok, mint az előtt. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Hogy számos helyzetben mennyire mi magunk vagyunk a saját sorsunk kovácsai, arról Babarczi Eszter és Füzes Ádám szavai ismételten meggyőztek. Mindketten beleragadhattak volna egy-egy vaskos szituációba, tám még mentséget is találhattunk volna a beletörődésükre. De a tudatosság és némi mersz alig hanem egy merőben új életkilátást képes előidézni. Ne feledjék, élni jó.